Fogják énekelni ezt a dalomat, milliók, akik mind találva érzik magukat. Harcba hívok gyermekeket, aggasztjánokat, hallják át az álláspontomat. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még korosztál, nem, de néhány korosztály, a réten nyílik ezer szám, a virág. Nem csak a 20 éveseké a világ. Évesek, 2 évesek, énekeljetek, 30-asok, 40-esek, táncokeljetek, 50-esek, 70-esek, is jöjjetek, dalra fel, s énekeljétek. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még korosztál, nem, de néhány korosztály, a réten nyílik ezer szám, a világ. Nem csak a 20 éveseké a világ. Jöjjetek, hát öreg vítek, s énekeljetek. Ábrándozó nyugdíjasok, tartsatok velem, teljes lesz az én dalseregem. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még korosztál, nem, de néhány korosztály, a réten nyílik ezer szám, a világ. Nem csak a 20 éveseké a világ. Felétek még annyit mondhatok, 20 évesnek lenni sajnos múló állapot. Mert az, aki ma 20 éves, holnap 21, jöttök majd, s énekelitek. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még korosztál, nem, de néhány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Hát gyertek srácok, legyünk jó barátok, na akkor együtt utoljára. Kedves nézők, ahogy ajánlottam, és elmondtam itt a műsor elején, a stúdióban itt van Aracki László, és nagyon örülök, hogy éppen szilveszterkor tudunk beszélgetni, mert ez egy jeles nap, és azt hiszem, hogy a te életedben is mindig jeles volt. Hát általában mindig. Szervusz, egyébként bocsánatot kérek, jó estét kívánok, és boldog új évet szeretnék kívánni. Azt mondja, hogy amióta énekes vagyok, nekem a szilveszter az mindig olyan, nem tudom miért, de olyan, a fellépés miatt talán olyan felsőrendű nappá vált. Hogy ez szép definíció vagy sem, azon még nem gondolkoztam, de hogyha minél több előadásom volt, annál szebb volt a szilveszter, ha minél kevesebb, még szebb. Nincs ellentmondás. Nincs ellentmondás, mert akkor x-minusz számot kellett énekelni, most sokkal többet. Tehát, hogy is mondjam neked, végtelenül boldog ember vagyok, hogy 1962 óta szinte kivétel nélkül minden szilveszterkor végig énekeltem az életemet. És akkor azt mondták, hogy tessék választani, mert azt hiszem, hogy ez 62-63-ban ja, volt. Ja, te jobban tudod. Már csak egy dátumra megpróbáltam 1962 emlékezni. 62, igen. És akkor tehát, és akkor egyre többet. Még ide-oda húz a szívvel, megosztva meg is nyertem, pedig tényleg gondolj bele, mint rádióstúdiós, hát az abszem az kismicska volt hozzám képest. Hát az egész élvonal, az előbb mondtad itt nekem a Balaton, a Riviera, a Németlehelen keresztül, a Vámosig, a Kósig, a Sárosi Katalin, a Kovács Erzsin át, hagyd ne sorolja, mert annyi szupersztár lépett fel, hogy elmondani nem tudom, még a Kós is, vagy azt már mondtam? Igen, csak épp akartam mondani, de nem mindenkivel veszekedtél időnként, csak a Kóssal. Igen, de hát annak több a füstje, mint a lángja. Ugye? Hogy mondjam, és megnyertem megosztva, Esnagy István írta a szövegét a talomnak,
akinek majd most lesz, volt pont a Csaba, hülye vagyok, már, már meg zavart egy kicsit, most volt 22-én a Operettszínházban a 60 éves jubileumi koncertje, azért se semmi. Az igen, bizony. Ezt muszáj volt elmondani, mert én rengeteget köszönhettem S. Nagy Istvánnak, és hát a Szenes Ivánnak természetesen. Nagyon sok dalodnak persze, hát ők írták a szöveget. Na meg a szerzőknek, a Lovas Róbinak, a Pályerőcsinek, a Dobos Attilának a legtöbbet talán. Igen, mert hogy Isten még veled, most édes a Kaszás piroskám, Péternek. És a Kaszás Péterrel. Igen, na most hát nézd, tulajdonképpen beszélgethetnénk itt az elmúlt 4-5 évtizedről, de azt hiszem teljesen felesleges, mert egyrészt már te is nagyon sokszor elmondtad, tudom, hogy egy újszülöttnek minden vicc új, most a nézőkre és a hallgatókra is gondolok, de inkább nézzük azt, hogy, hogy manapság ez a nagyszerű művész a sok-sok díjával együtt, nem mondom el a díjaidat, de azt azért igen, hogy a Magyar Köztársaság Lovak Keresztjének is tulajdonosa igen. vagy, így utólag is gratuláció. Köszönöm. Szóval, hogy mostanában ennyi év után, és azért mondom ezt, mert az előbb azt mondtad, hogy egyre több dalt kell énekelni, nem csökken a fellépések száma, és jössz, mész mindenfelé. Mint a távirat. Mint a távirat. Hát ha belegondolok, most is két előadásom lesz, rohanok majd utána tőled, de véletlen boldog vagyok, hogy nem csak azért, mert a Dombóvári Gáborral beszélgetek itt, azért is elsősorban. Én meg a Racki Lászlóval. Köszönöm, de talán másodszorban azért, mert hogyha most hangosan énekelném itt a Szondi utcai ház című közös kaszás szerzeményünket, akkor még abban a házban is hallanák a dalt, ahol én születtem. Úgyhogy ez kettős öröm, hogy itt lehetek nálatok. Hogy is mondjam neked, minden egyes szilveszternek más és más az íze. Nem tudom miért, nem tudom megmagyarázni. De azt tudom, hogy világéletemben mindig azokat a dolgokat énekeltem magamtól, már úgy értem, hogy a saját repertoáromból, és soha nem a másét, ami pillanatilag a legnagyobb futósláger volt. Most kivételesen elsősorban a régiek nagy-nagy sztárdalait éneklem, és nem utolsó sorban már többször említett Kaszás Petiét. Igen. Tulajdonképpen, hogyha így visszagondolsz a szilveszterekre, ezt én mindig elmondom, hogy amikor azt mondják, hogy hakni, az egyáltalán nem rossz, mert én nagyon jól tudom, hogy az akárhol lép fel az illető művész, attól még ha tisztességes, akkor ugyanúgy énekel és ugyanúgy dolgozik. Hát ez a szó elterjedt, kész, ez ilyen. De most azért mondom, hogy ilyen értelemben, amikor szilveszterkor tényleg lépésről lépésre és színpadról színpadra mentél, ha úgy vissza kell egy picit gondolni erre a jó néhány szilveszterre, akkor melyik az, ami, mondjam úgy, mert a szilveszter általában vidám, melyik az, ami úgy az előadást is tekintve nagyon vidám volt, vagy ahol olyan beszélj, dolgok mert elfelejtem voltak. Elfelejtem a lényeget. Mond. Tudnék, van egy ilyen, amit te véletlenül kérdeztél, vagy szándékosan. A legnagyobb élményem, én így fordítanám igen. le, akkor Vörös Csillag mozi volt. A Nagykörúton. Igen, igen. Bocsánat, a Lenin körúton. Tökéletes. Igen. És képzeld el, hogy hát tudod, néztük az óránkat, de így néztük. Na várjál, a fiatalabbak kedvére ez a Royal. Igen. Igen, most. És nem tudom már a nevét, de nem igen. is akarom, mert nagyon valamilyen Laci. Nem tudom a neved. Tudod? Nem. Mert nagyon nagy izé volt a szakmában, a hakti szakmában nagyon nagy sztori volt ez, és igen. én ott voltam jelen, és én ugyanúgy néztem az órámat, mint az Alfonzó. Igen. És egyszer csak, mikor kétségbe voltunk esve, az Alfonzó azt mondja, én ezt elintézem. Bement és énekelte a produkciójába, de hangosan, hogy itt a csendes tér, eljött most a télapó, kivisz téged télapó, és kivitte a szereplőt, mert sokkal több időt töltött a színpadon, és így mehettem én a színpadon. A közönség visított, igaz, hogy akkor is kaptak pezsgőt, és nem biztos, hogy csak egy pohárral, nem mondom, kostod nem biztos, hogy csak egy pohárral, igen. sokkal többen. Hát vagy egy pohárba többször. Igen, egy pohárba többször, és nagyon jól érezték magukat. Volt-e olyan szilvesztered, amire úgy emlékszel, hogy kicsit bakik voltak. Nem bakik voltak, hanem annál sokkal több. Ilyen nincs, hogy bukás. Arackinál bukás nincs. Bukás nem volt, csak anyagilag. Ja, értem. Ugyanis 12 vagy 13 fellépésem volt akkor. Egy éjszaka? Szilveszterkor. Na, úgy értem. Igen. És egyre többet léptem föl, mert Soroksári úton vagy 4-5 gyár volt, aha. és az is benne tartozott a royálokba, meg ezekbe. Igen. És képzeld el, bemegyek, leéneklem a három számot, és mondom, gyerekek, kifizet.
Hát Lacika, ide, hát te jöttél, hát ide nem jó senki. El tudod képzelni, hogy lelkileg micsoda defekt volt? Tudjuk, nem arra a pénzre volt a pipa, hogy nincs meg, hanem arra, hogy lekéssem a következőt. Ez az. De hát én vertem a fejem, a Gyarmati Pistának ekkora volt a feje, zseniális volt, igen. Ekkora volt a feje, de hál' Istennek megérkeztünk, és mégiscsak meglett a 13. Igen. Mert utána visszamentem oda, mert hívtak, hogy mulassunk egy kicsit, tehát az egy gyárral arrébb volt, és fölhívtuk telefonon a Gyarmati Pistát, mert aki már otthon feküdt és aludt, fölhívtuk, hogy azonnal üljön taxiba, visszajött, sokkal többet leidekeltem, de a gázsit megmentettük. Na most, amikor maradjunk ennél a 12-13-nál, igen. Akkor minden helyen ugyanazt énekelted? Azt természetesen, mert a közönség nem jött velem. Ja, ez nagyon jó válasz volt, fönn volt a labda. Ne haragudj, hogy szemtelen vagyok. De az nem, ez teljesen igazad van, mert a közönség nem ment veled, de azért mondom, és de nem minden szilveszterkor énekelted. Nem. Ugyanazt, azért mondom, mert mondtad, hogy mindig azért ott voltál, ahol annak a kornak a slágerei Gabi, voltak. Gabi, én ha visszahívnak, mert most például ez a szilveszteri első előadásom, ami majd igen, ezután igen. Következik, ott a... valahol a 17. kerületben, ott például 5 évvel ezelőtt voltam szilveszteri bulin, és tudod, ez a fontos, hogy visszahívják az embert. Na most én visszanéztem már, hogy mit énekeltem akkor. Annak körülbelül a 5%-át fogom énekelni, mint akkor. De van miből. Na hát ez az. Van miből. Más megélne abból, ne haragudj, hogy ezt mondom, azokból a slágerekből, amire nekem nem jut időm a színpadon énekelni. De egyébként azt én nagyon jól tudom, hogy amit elénekeltél, mit tudom én 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt, és amikor újra itt vagyok, vagy újraírtátok. Jó hallani, amikor idézel. Amikor ugyanazok a dalokat, de felújítva, sokszor áthangszerelték, vagy felújították néhány drága dalodat. Drága Gabikán, nem ugye? Sokszor, hanem mindig. Hát ezért mondom, hogy soha nem jöttél ki ugyanazzal a, na hát nem szeretem ezt a szót feelinggel, mint 20-30 évvel ezelőtt. Akkor használd azt a szlenget, vagy feelinget, hogy a 20. században elénekelni nagyon jó volt az, de ma már a 21-ben vagyok. Így van. És nekem a kaszás az összes régi daloimat újjáhangszerelte, nem egyszer. Na. Van a DVD-ben, amit én mutattam igen, neked. Igen. Ott a Piroskát például a Takács Marika konferálja föl, neves elődöd. De én már nem abban az arancsbanban éneklem, hanem az újban. Uh-huh. Tudni, nem lehet ugyanazt elénekelni, mert jönnek az előadásaikra. Gondolj be, igen, gondolj be, és azt is másképp kell csinálni. Nem hiszem el. Persze. Hát én most... még tegnap este is, és plébeken tanultam azt, amit kell. Itt nem lehet tévedni, mert hogyha tévedsz, akkor nem biztos, hogy van idő a javításra. Még sőt, mondok még valamit, lehet, hogy észre se veszik, de te magadban tudod. Lelkileg. És az a lelkileg lehet megrázó. Azt akartam még kérdezni, és ezt gondolom már egy párszor meg is kérdezték tőled, de tényleg az olasz dalok iránti vonzalmad, az honnan van, és most nem csak arra gondolok, mert azt mindenki tudja, hogy Azzurról, hát ezt tudjuk. Igen. De nem csak ezt, hanem annak idején még a pályád elején is, hogy te tényleg nagyon szeretted az olasz dalokat. Én nekem az az érzésem, és most már egyre jobban biztos vagyok, mert tényleg teszik föl a kérdést. Én a Vécsei Ernőnél tanultam. Na most a korrepetitor tanár az mindenképpen meghatározza az énekesnek a stílusát, amit lát benne. Igen. És ő benne kialakult az, hogy én ez vagyok. Hát ha belegondolsz, a Német Leel is ez volt. Az is igaz. Érted? Sőt, és én, még a Kós is azzal hát kezdte. Hogyne? Tuszé romantika, én adtam neki az eredeti kottát. Aha. Azt mondta, hogy ahogy neki már, de akkor vissza, amikor bejöttem én is egy kicsit följebb a ranglétán, akkor visszaadja, ja. Nagyon rendes volt, ami 5 év múlva, amikor már minden exponált helyen közösen találkoztunk, egyszer csak elhozta a Tuszé romantikának az eredeti példát, szóval Lacika, visszaadom, mert én már nem énekelem. Hát szóval ilyen kis apró cseprő hát dolgok ilyen vannak. Ilyen csipkelődés, de tulajdonképpen igen, de ez jó. Jól megvoltatok ti ebben a szakmában. Na most mielőtt még a nagyon-nagyon fontos dolgot elfelejteni. Mielőtt még kirúgsz, vagy mi? Nem. Miért? Arra még van vagy 5 percünk, úgyhogy addig fel tudunk készülni. Szóval mindenki tudja, hogy hát imádod a futballt, meg a Ferencvárost,
és azt is, hogy a családunkban is volt olyan gyerek, aki focizott, méghozzá nem is olyan nem alatt. Is akár, nem hogy focizott, nem a multidőt. Csak a multidőnek csak a két T a... Utánpótlás, ugye? Után 22-es, most a Kecskemétben a meghatározó Balázs Zsoltnak hívják. Uh-huh. A Kecskemét meghatározó labdarúgója, csodálatosan focizik Bazsó, és nekem élmény számba megy. Hát el is hiszem. Halál gyors, remek ballába van, lefut mindenkit, technikás. Volt honnan örökölni. Igen. Ugye? Igen. Na most nem csak ezért kérdezem én, mert tényleg ez egy nagyon jó de dolog. A mostaniak de... is, ezek vízipolóznak. És mondja nekem a kis Zsolikám, hogy a nagyobbik, mert most leszünk a kívánság kosárban, mind a hárman, ha látnád, elnézést, hogy tévéről beszélek, hát, de ez valami, igen. Tudom, hát a tapintatásom, azt tudod, őrmesternek. Hát nem, majd visszautasítom jó, vagy később. Kihúzzátok, nem érdekes. Nem húzzuk ki. Állj elé, amikor téged mondom. Nem vágunk, mert akkor több darabba lennél. Jó, értem. És képzeld el, hogy ez a drága gyerek fölhívott telefonon, és azt mondja, apuci, nekem az eger a kedvencem, és 13-4-re kaptak ki. Igen, most az utóbbi meccsen, igen. Na, szóval azért is kérdezem, mert ugye hát a magyar futball tudjuk milyen, nem akarom minősíteni, de hát itt vagyunk az esztendő végén. És ilyenkor azért úgy előre gondolnak az emberek, hogy mit várunk a következő évtől. Én azt nagyon jól tudom, hogy dolgozni fogsz, fellépni, énekelni, igen. Hál' Istennek sokat. Szerinted lesz jobb foci? Szerintem igen. Mert mindig optimista voltam. Mindig optimista voltam, és hogy mondjam neked, én nagyon látom a szervezettségnek a felépítését. Egyre jobban gyarapodnak a klubokon belüli fiataloknak a képzése, a bentlakás, stb. És én azt tudom neked mondani, hogy tekintettel arra, hogy nem csak Ferencváros, hanem a többi pályákat is rohamosan építik fel, és olyan nyugat-európai kulturáltságot teremtenek a pályán, ahova a fiatalok boldogan és örömmel fognak menni, mert képzeld azt el, amikor a szülők megveszik előre, most mondom a márka nélküli világmárkás cuccokat, és a gyerekek elmennek egy olyan pályára futballozni, ahol a körlelátón, a lépcsőn a gaznőké. Így van. Ne haragudj, és hideg víz folyik a falon, nem a tusból. Igen. Hát meg akkor... kell teremteni ugyanolyan családi lehetőséget a futballpályákon, és hála Istennek ez beindult, és ez nálam nem politikai szlogen, vagy minek nevezik. Én egyszerűen, amit kérdeztél, a futballt csak így látom értelmesnek, és értelmezhetően. Én azt mondom, hogy igenis, hát lehet, hogy nem az én koromban. És lehet, hogy nem 2015-ben, azért hanem később, mondtam. Igen. Ja, hát a 2015 azért nem, csak meg lesz még. És azt akarom mondani, hogy én bízom ebben a magyar labdarúgásban, mert ahol Albertok futballoztak, Sárosik, Puskások, Kocsisok, Krocsicsok, Buzánszik, ezeket nem lehet bajba hagyni. Így van egyébként, hát nem titok, és nyugodtan elmondhatjuk, pláne ilyenkor szilveszterkor a nézőknek is, hogy a Ferencváros stadionjának, új stadionjának avatásán is találkoztunk, igen. De akkor éppen a Ferencváros egyik vezetője mondta azt, hogy most már minden, európai színvonal, most már csak a futballnak kéne olyannak hát lenni. Én mondtam, hogy most már minden van, csak játékos nincs, mert én Gorombánban fogalmaztam, de azért látom az alagút végét. Uh-huh. Látom az alagút végét. Igen, én egyszer megkérdeztem hasonló futballügyben az egyik futballistát, hogy már öreg fiúknál játszik, hogy látod már az alagút végét, és azt válaszolta, hol van az alagút. Na mindegy, hagyjuk a focit, még egy dolog. De hagyd mondjak egy sztorit a Flóriról, mert ez neked nagyon fog tenni meg a kedves nézőknek is. Amikor a Flóri 70 éves volt, igen. A születésnapján, jövünk Évába befele a Gellértbe. A feleségeddel? Igen, bocsánat. És a Fenyvesi Máté előttünk jött be a feleségével. Igen. Beszélgetünk, megöleltük egymást, beszélgetünk. A Flóri meg házigazda módján jön elénk, hogy, igen. Hogy üdvözöljön, hogy megköszönje, hogy eljöttünk. Fenyő is, meg a mi is. És rám néz, azt mondja, te a Fenyővel beszélgetsz? Igen. Akkor egyúttal vizsgáltasd ki is magad. Mivel állatorvos. Na szóval, végezetül nem csak hazai fellépéseid voltak,
hanem tényleg jártál a világban is nagyon sok felé. Ezt már akkor akartam kérdezni, mikor az olasz dalokról beszéltünk. Mostanában még tervezed, vagy mész? Most úgy értem, mert jártad a magyar lakta területeket Ausztráliától keze mindenhol. Igen. De csak azért mondom így udvariasan is, mert nagyon jól bírod magad így közel a 60-hoz, úgyhogy mindenféleképpen gondolom, hogy esetleg még talán hosszabb útra is vállalkozol. Azt hiszem, hogy a következő év az sok mindenre kötelez. És azt hiszem, hogy telibe találtad ezt a terveimet. Módjával fogom csinálni, meghívásaim vannak. Hát ezt gondolom. Prioritást élvez a szeptember 20-ai koncertem, ahol a múlt héten tárgyaltuk le. Már az üzletekben vannak a legújabb CD-m. Igen. És a 80. születésnapra jól hallottad, mert akkor lesz... Kinek a 80. születésnapjára? Hogy? Kinek a 80. születésnapja? Hát akkor csak te maradtál itt. Még valakit? És elég az hozzá, hogy azt még feltétlenül meg kell csinálnom, és szándékomban van még egyszer visszamenni Amerikába is. A jobb féltekére. Igen. Ausztráliába talán még egyszer, bár számtalan meghívásom volt, és akkor mindig úgy óckodtam, de ezt még szeretném megcsinálni, és a megjelenő 80 év az 80 év című akkori megjelenő CD-met feltétlen szeretném még kivinni, mert úgy érzem, hogy nem csak az itteni magyarságnak, hanem a kintélyeknek is tartozom. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél szilveszterkor. Azt hiszem, hogy a nézők nevében is mondhatom, hogy jó egészséget és további sikereket kívánok, és akkor meg hát boldog új évet is. Szervusz! Boldog új évet! Boldog új évet! Hölgyeim és uraim, önöknek is boldog új évet kívánok, és remélem rövidesen találkozunk. Isten áldjon! Isten áldjon, egészségedre!
ha álmomból.